Változékony, többnyire borongós, esős időjárásra számíthatunk a hét végén és a jövő hét első napjaiban is térségünkben. A délutáni hőmérséklet 9 és 13 fok között mozog. Az előttünk álló éjszakán többnyire 4 fokot mérhetünk a hajnali órákban. Zombor, Kula és Újvidék környékén 5 fok is lehet a leghűvösebb órákban. Borult lesz felettünk az ég, néhol csapadék is előfordulhat a hajnali órákban. Szombaton, Szabadkán, Magyarkanizsán és Bánát több településén is esőre van kilátás. A délutáni órákban 7 és 9 fok között alakul a maximum hőmérséklet. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Vasárnap többnyire napos időjárásban lesz részünk, azonban délnyugat felől egy újabb csapadékzóna érkezik, ezért a jövő hét első felében többnyire esős időjárásra kell számítani. A délies szél is megélénkül. Hétfőn napközben 4 és 12 fok közötti értékekre van kilátás. Az ezt követő napokban is több hullámban várható nagy mennyiségű csapadék. A délutáni hőmérséklet azonban csak kevés helyen esik 10 fok alá. A régióra is többnyire változékony idő lesz jellemző szombaton. Komolyabb csapadékra Temesvár és Kolozsvár környékén kell számítani, de Szegeden és Eszéken is előfordulhatnak kisebb záporok. A délutáni átlaghőmérséklet 6 fok körül mozog a régióban.